Már nem kóbor. Nehezen, de kezd újra bízni, lassan elhiszi, hogy minden nap kap enni, hogy gondtalanul játszhat megint, hogy biztonságban van, és az emberi kéz nem fog több fájdalmat okozni, hanem simogatja, és végre őt is szereti valaki. Írd meg kommentben, hogy segítettél már kóborállaton, inspirálj másokat is a történeteddel.